Több túlélő is részt vett az ünnepi megemlékezésen a nyíregyházi vasútállomáson. Az 1944. szeptember 6-ai bombázás több száz családot és rengeteg épületet tett tönkre. Egy épületnek a pincéjébe éltük át az óriási bombázást, úgyhogy mozgott velünk az egész ház, és amikor kijöttünk, hát mondjam azt, hogy rengeteg ember az utcán, szaladt mindenki, egyik ide, másik oda, úgyhogy szörnyű élmény volt, ennyire emlékszem. És aztán már később ugye jöttek a tudósítások, hogy mennyi ember halt meg, és hogy mi történt az állomással. A nyíregyházi állomáson 186 vagon semmisült meg, miután közel 200 amerikai repülőgépből 1000-nél is több bombát kapott a város és környéke, hangzott el a megemlékezésen. A gépek 11 órától 5 percenként 7,5 mázsás bombákat dobtak Nyíregyházára, mindezt három ütemben. 1944 azonban nem csak ezért az egyik leggyászosabb év a magyar történelemben. Ezt megelőzte a holokauszt, amikor 5000 nyíregyházi polgártársunkat raktak fel ezen a vasútállomáson vagonokba és vitték el Auschwitzba. Ezt követte a szeptember 6-ai bombázás, majd október 21 és 31-e között itt oroszok és németek váltakozva birtokolták a várost és pusztították. A visszavonuló német csapatok nagy károkat okoztak, és nem fejeződött be ez a pusztítás, hiszen a felszabadítónak nevezett orosz csapatok itt november 2-án 2300 nyíregyházi polgárt és itt tartózkodót szedtek össze és vittek el Málenki robotra. A rendezvényen elhangzott, ezekre az eseményekre fontos emlékezni, hogy ne történhessenek soha hasonló tragédiák a jövőben. Az ünnepség végén koszorúkat helyeztek el az emlékezők a vasútállomáson.